Hogyha már meghoztuk az étvágyukat, folytassuk gasztronómiával. Láthatják, hogy tele lett a stúdió mindenféle szép fűszernövényel. Hát nem tudom, hogy szerintem nagyon kevés olyan nő van, aki hozzám hasonlóan még ne próbált venni volna venni, már beszélni sem tudok, fűszernövényeket hipermarketekben. Én is próbálkoztam például mentával, bazsalikommal, és ezek körülbelül 3 hétig bírták nálam. Mondjuk nekem már sikerült kidöglesztenem 2 kaktuszt is, úgyhogy én nem vagyok jó példa. De nagyon sokan arra panaszkodnak az ismerőseim közül is, hogy megvesznek egy ilyen guszta a fűszernövényt, és aztán 2-3 hetet bír. És igazi szakértő Megyeri Szabolcs van nálunk, aki választ tud adni arra, hogy miért. Rossz helyen vásárolunk, vagy egyszerűen a lakás nem bírják ezeket a növények elviselni? Igen, hát én is szép napot kívánok mindenkinek. Egyrészt rossz helyen vásárolunk, mert sokkal inkább érdemesebb olyan hazai kertészetekben vásárolni, akik itt a hazai klímán termesztik meg ezeket a gyógy- és fűszernövényeket, hiszen ezek az import kis fűszernövények, ezek a picike kis ilyen műanyag tasakban lévő növények, ezek alapvetően tőzeg alapú földkeverékben vannak benne, ami ugyan abszolút vírus és egyéb fertőzésmentes, de semmiféle tápanyag nincsen bennük. Nagyon-nagyon hamar kiszárad, és semmiféle tápanyag nincs benne. Ez azt jelenti, hogy ha hazavisszük, gyakorlatilag pár napon, 1-2 héten belül teljesen leromlik a növény állapota, az addigi jó kondíciója az teljesen tönkre megy, és elpusztul. Tehát, hogyha mégis ilyen hipermarketben vásárolnánk ilyen fűszernövényt, akkor mindenképpen mielőbb ültessük át. Vagy ha lehet, akkor most már, pláne, hogy most itt van gyakorlatilag a május eleje a nyakunkon, most már ki is lehet ültetni a kertbe. Igen, ez jó kérdés. Mi az, ami elbírja mondjuk a telet a lakásban, és mi az, amit csak nyáron, tavasszal érdemes venni, és ki lehet ültetni az ablakban? Igen, én azt gondolom, hogy bármit lehet a lakásban is télen tartani, csak ugyanolyan körülményeket kell neki biztosítani, mint amilyen a hazájában van. Hát a gyógy- és fűszernövények többség azért a Mediterráneumból származik, jellemzően olyan 15-20 faj közül tudunk választani, amit otthon is fel tudunk építeni. Ugye mondja is egy mondás, hogy medicamente, non-medicamente, tehát ésszel gyógy is, ne orvossággal. Ezek a gyógy- és fűszernövények azért eléggé tágan lehet értelmezni ezt a kört. Ezzel azt értem, hogy akár ebbe egy paradicsompalánt is beleférhet, vagy egy rozmarin, vagy a lescsán, vagy a majoranna. Igazából számtalan faj közül választhatunk. Fényigényük van ezeknek? Hát erős fényigényük van általában, tehát a lakásban is vagy az ablak mellett érdemes, vagy a két ablak között érdemes ezeket nevelgetnünk, vagy kint a balkonon, de azért vigyázzunk, hogy nagyon-nagyon szeles helyet ne válasszunk. Én azonban mindenkinek azt ajánlom, hogyha van egy kis kertje, vagy egy terasza, akkor odakint próbálja meg egy kis gyógy- és fűszerkertet építeni. Hát. Én nekem egyébként az volt az a pont, amikor feladtam, ugye itt említettem is, hogy mindegyiknek mást kell adni, tehát fényben, folyadékban, öntözésben, és egy internetes oldalon próbáltam utána nézni az egyik ilyen növénynek, és amikor ahhoz a lépcsőfokhoz értem, és akkor ültesse át üvegházba, hát ki az, akinek erre lehetősége van? Vannak olyan házi praktikák, amikkel lehet olyan körülményeket szimulálni? Igen, én azt szoktam javasolni, hogy érdemesebb mondjuk egy ilyen babérbokorsorral, vagy mondjuk egy bármilyen más lompulatú cserjesorral körbevenni, és körülbelül egy 4-5 négyzetméteren már egy 3-4 tagú családnak a teljes éves bizonyos zöldség, illetve gyógy- és fűszernövény igényét meg lehet termeszteni. Hozott mindenféle eszközt is most a stúdióban. Igen, hát ugye nagyon fontos, hogy a háziasszonyból meg a konyhából kell kiindulni, ugye a benti papucsában ugye fősüt a konyhába, és egyszer csak rá eszmél, hogy föl kéne gyorsan dobni egy teát, vagy a hús már kezd megpirulni, és rá kéne tenni egy kis rozmaringot. És ekkor ugye senkinek nincs kedve kimenni a sáros, koszos kertben, ezért nagyon fontos, hogy valamilyen anyaggal ezeket a növényeket elválasszuk. Hát szoktam javasolni ezt az 50x50-es ilyen fa tipegőt, amin ki is lehet tipegni gyakorlatilag a kertbe, és egy ilyen saktáblaszerűen kell ezt elrendezni, tehát olyan, mintha építenénk ilyesmi anyagokból egy saktáblát, és akkor ott, ahol vannak ezek a lukak, oda 3-5 növényt ugyanolyanból be kell ültetni. Ez azért nagyon fontos, mert nyilvánvalóan, hogyha van mondjuk egy menta, aminek ugye, hogyha már megdörzsöljük, érezzük ezt a fantasztikus illatát, ami a rágokba is ugye mindig visszaköszön, hát mi a feladat? A háziasszony kiszalad, bent fölteszi forrani a vizet, ebből levág, lecsíp gyakorlatilag mondjuk poharanként, vagy mondjuk fél literenként mondjuk egy ilyen ekkora kis hajtást, kicsit megöblíti, beledobja a forrásban lévő, de már nem lobogó vízbe, és mire jönnek a vendégek, addigra sokkal jobb tea van, mint ezek a boltban kaphatóak. Na, de azért megnyugtató, hogy a hozzám hasonló növénynevelő analfabétáknak azért van szakirodalom, hozott be egy könyvet, Gyógynövények címmel. Ebben miről lehet olvasni, mire vonatkoznak a tanácsok? Így van, hát az idő rövidsége miatt itt most nem tudjuk az összes növényen végigmenni, hogy melyiknek milyen hatóanyaga van. Én ennek a magyar szakembernek ajánlanám ezt a
gyógy- és fűszer növényekről szóló könyvét, mert itt egyesével minden növénynél meg van írva, hogy hogy kell ápolni, hová lehet ültetni a kertbe, és mik a legfőbb hatóanyagok az emberben felmerülő problémákra. Egyébként még volna egy program is, amire mindenkit szeretettel invitálunk. Most hétvégén Budapesten a 14. kerületben Zuglóban, a Varga Márton szakközépiskolában lesz egy fantasztikus méretű gyógy- és fűszerkert felépítve. Tehát aki szeretne egy mintát megnézni, hogy otthon aztán később miért építsen, azt ide szeretettel várjuk. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm.